Köszönöm szépen a köszöntőt. Hát Püspök atya azért már öreg diák, mert ilyen szép laudációt nem hallottam még magamról, a diákok nem ezt mondanák, és lesz erről is szó. Már volt tartományfőnök vagyok, tehát hogy a terhektől megszabadultam, mert Zsódi Viktor tanár úr lett a tartományfőnök márciustól, őt választották, már a nem tartomány. És akkor eszembe jutott, hogy talán ők egyik kedvenc költőjével, Fodor Ákossal kezdeném. Zsódi tanár úr sokat idézi azt a kis haikut, kis versecskét, ami pontosan illik egyébként ehhez a témánkhoz. Az a címe, hogy három negatív szó. Úgy szó, hogy nincs semmi baj. Nincs semmi baj. Ezt szerintem jegyezzük meg, hogyha gyerekekkel foglalkozunk, akkor gyakran azt érezzük, hogy baj van. De azt hiszem, ez az első, amit mindig föl kell ébreszteni magunkban, hogyha gyerekekkel találkozunk, akkor mindig valami újról van szó. Ha úgy állunk hozzá a dologhoz, még akár ez a témához is, milyen rettenetes, hogy nincsenek tekintély, akkor nem lesz megoldás. Ha így állunk hozzá egy gyerekhez, hogy a gyerek mindig új, a gyerek mindig újat hoz, a gyerek mindig ártatlan, nincs semmi baj, nem lehet baj. Gyakran az a érzésem, hogy mi felnőttek szeretnénk nagyon gyorsan a gyerekeket ránevelni arra, hogy baj van. Pedig minél kisebb gyereket látunk, azt hiszem, annál inkább tanulhatunk tőle, mint ahogy Jézus Krisztus is mondja, hogy minden új és fantasztikus. Minden újdonság. És ez egy kamasznál is így van. Egy kicsit már kezd belezavarodni, de azt hiszem, nagyon vigyáznunk kell erre, ezt az első tapasztalati üzenetem, hogy ne ejtsük kétségbe a gyerekeket. Van nekik elég bajuk, a mi felnőtt bajaink, azok nem feltétlenül hozzájuk tartoznak. Tehát nincs semmi baj. Tekintéllyel és szeretettel a nevelésben. Egy kicsit elfelejtettem a címet, és azt tekintély és szeretetnek készültem, de tökéletes lesz így is. Nekem nincs túlságosan nagy tekintélyem, mert most sem éppenséggel nem igazán látszok ki a szószék mögül. Kiderült, hogy kamera van, úgyhogy máshova nem állhatok. Lesz történet erről is, hogy ez a tekintély nem túlságosan nagy. Most Zsódi tanárnak meg is jegyeztem, hogy ő sokkal tekintélyesebb tartományfőnök, ő három fejjel magasabb nálam. És már is hoznék egy történetet. Én leginkább történeteket fogok mesélni, és a tanárnővel Ritában megegyeztünk, hogy ő majd kielemzi, majd kiderül, hogy jók-e a megoldások és a történetek, de leginkább történeteket hoztam. Püspök atya azt mondta, hogy talpra esett dolgokat hozzak. Úgyhogy mindenkit üdvözölnek a gyerekek és a történeteik. Szóval a napokban voltam egy osztálykiránduláson, így segédvezetőként osztályfőnök úrnak segítettem, és egy nagyon kedves gyerek mellém szegődött, és ahogy beszélgettünk, hát arról is szó volt, hogy milyen vékonyak, milyen kicsik, meg ki mennyire izmos, vannak köztük már hetedikesek, vannak nagy darabok, meg még akik igyekeznek nagy darabok lenni, vagy annak látszani, tehát nagyon nagy a testméret különbség, és erről volt szó, és ott egy kicsit kis csöndben ez a fiúcska megjegyezte, hogy hát azért úgy finoman jelezném a tanár úrnak, hogyha nem veszi rossz néven, hogy figyeltem így az órán a tanár urat, és azért felszedett pár kilót az év során. Ilyen a tekintély, tehát egy hetedikes finoman megjegyzi, hogy most már tekintélyesebb vagyok egy év alatt. Hát nem mondtam neki, hogy volt is miért hízni. Én nem vagyok a nagypiarista nemzedék tagja, aminek egyébként örülök. Talán azért hoztam ide ezt a szót, mert gyakran valamiféle ilyen vágyakkal megyünk, hogy valami nagyot akarunk látni, hogyha tanárról, nevelőről van szó. Ezt is szeretném majd egy kicsit árnyalni. Kérdeztem gyerekeket is, 11-eseket Mosonmagyaróváron, az ugye a régi rendszerben a, már én sem tudom, harmadikos, én teljesen átálltam erre az újra, és hetedikeseket is, az mindig is hetedikes volt, csak hatosztályos gimnáziumba járnak. Őket is kérdeztem, hogy egyáltalán mi ez a tekintély szó. És nagyon érdekes beszélgetés volt, mert én cselesen előtte már megnéztem az értelmező kézi szótárt, hogy a tekintet szó nyilvánvalóan benne van.
És nagyon sok gyerek, minden értelmező kézi szótár nélkül, többen is eljutottak, hogy tekintet van benne, valakire nézek. És azt is eléggé képviselték elég hamar, hogy hát ez nem az ő dolguk. Tehát ők vagy kapnak tekintélyt, vagy nem. Eléggé azt jelezték vissza, hogy ha az a jó, hogyha felnőttek tekintélyek. Úgyhogy valami olyasmi van, hogy nincs semmi baj, ezt jegyezzük meg, aztán azt, hogy valahol nekünk van ezzel dolgunk. Szoktuk kétségbe esetten hallani azokat a gondolatokat, hogy nincsenek manapság már tekintélyek. Ez nem a gyerekek hibája, hanem tulajdonképpen nekünk kell elgondolkodni, hogy mi is a tekintély. Én iskolában dolgozok, és nagyon sok mindent kaptam a gyerekektől. És történeteket próbálok idehozni majd, hogy is merül föl ez, hogy hogyan is állunk a gyerekek előtt. És pár kérdés azért van, amit már ide előre teszek, és lehet, hogy a végén újra fölteszem ezeket a kérdéseket. Lehet-e tekintélyé válni? Át is fordíthatom, hogy kell-e tekintélyé válni? Lehet-e valakit tekintélyé tenni? Vagy kell-e valakit tekintélyé tenni? Miért nincsenek manapság tekintélyek? Kellenek-e egyáltalán tekintélyek? És akkor valami olyasmit érzékelünk, hogy mintha ez valami eszköz lenne. Van valami eszköz jellege a tekintélynek, hogy egy szükséges dolog a neveléshez. Nagyon jó a címválasztás, hogy szeretet is kell hozzá, de úgy tűnik, hogy itt van valami feszültség, hogyha csak szeretjük a gyereket, és nincs valami tekintély, akkor elszabadul a pokol. Urbanek Rudolf atyát, Püspök atyának ismerős lehet, idős tanár, 85 éves már, nagyon jót lehet vele beszélgetni, sokat beszél, de néha lehet irányítani is. És kérdeztem őt is erről a tekintélyről, meg Varga Zoltán atyát is, mind a ketten nyugdíjas tanárok. Varga Zoltán atya azt mondta, hogy ez nem kérdés, van vagy nincs. Van, amelyik tanárnak van, van, amelyiknek nincs. Rudi bácsit is, Urbanek Rudolf atyát is megkérdeztem, ő azt mondta, hogy hát ha nincs neki, akkor nincs. De Rudi bácsi, akkor ezt meg lehet szerezni? Aki ezt meg akarja szerezni, az már veszett fejsze. Az van. És akkor ő beindult és mondta, hogy hát nem szabad rámászni a gyereknek, de azért szólni kell neki, és egyébként is. Mondom, hát Rudi bácsi, de hát hogy van azokkal a tanárokkal, akiknek nincs? A félnek a gyerekektől. Mondom, akkor nem kell félni? Hát nem, nem kell félni. Hát a félsz a gyerektől, miért mész be? Elég erős volt Rudi bácsi, akkor minek mentél tanárnak, ha félsz a gyerekektől? Talán azért ez egy kicsit bonyolultabb ennél, de azt hiszem igaza van. Eszembe jut még a tekintélynél az emléktábla állítás. Egy kicsit kritikusa vagyok az emléktábla állításnak. Pesti diákok nagyon szeretnek, öreg diákok, emléktáblát állítani. Az osztályfőnöküknek, valami nagy tanáruknak. Fantasztikus, de nagyon érdekes, hogy miért van. Én egy kicsit provokatív és lázadó természet vagyok, úgyhogy az érettségiző diákjaimnak azt mondtam, hogy hát nézem én ezeket az emléktáblákat, én, mint osztályfőnök, valakinek rossz emlék is leszek. Tehát amikor kirakjuk az emléktáblát, akkor annyira piedesztára állítjuk azt a tanárt, hogy én zavarba esek, hogy én ott leszek ezen a táblán, és akkor azok az öreg diákok, akik nem szerettek, vagy akiknél valami baj van, hogy fogják nézni azt a táblát? Mondtam nekik, hogy szerintem hagyjuk ezt a táblát, gyűjtsék össze a pénzt, amit erre szántak volna, és a temetésem után menjenek el és sörözzenek egyet, és beszélgessenek. Én remélhetőleg a tisztító tűzből majdnem mennyországot mondtam, de azért ne igyekezzünk annyira. Szóval a tisztító tűzből örülni fogok. Ennek jobban fogok örülni, mintha emléktáblát állítanak. Ugyanakkor nyilván nem szabad elvenni ezt a lehetőséget, hogy az identitásunkat így képezzük, tehát hogy emlékezzünk, emlékműveket állítsunk, az a saját identitásunknak fontos. Nem tudom, a végrendeletemet megjegyezték-e, de valószínűleg tényleg örülni fogok, hogyha sörözni fognak. És akkor felmerül az a kérdés, hogy azért van, amikor szeretnénk magunknak emléktáblát állítani. Gyakori, ilyen szalagavatókon manapság, hogy
budapesti piarista gimnáziumban biztos, mert fiúiskola, hogy a fiúk úgy beindulnak, és akkor elkapja őket az érzelem. 18 éves fiatal embereket el tudja kapni az érzelem. Láttam ballagáson pityergő fiatal embert, aki előtte nagyon kemény volt, és akkor egyszer csak azt mondta, hogy most mindennek vége, mert milyen jó volt itt. Szóval nagyon gyakori a fiúknál az a gesztus, hogy hirtelen jön nekik, és megfogják az osztályfőnököt, és földobálják. Ugye a szalagavató végén, amikor teljesen felszabadulnak, akkor megfogják, és hát fantasztikus érzés egyébként egy osztályfőnöknek ez a meglepetés, hogy ennyire felmagasztalják. De nagyon furcsa, valljuk be, én bevallom, hogy eszébe jut az embernek, hogy na vajon engem is föl fognak-e dobálni. Mert milyen jó este. Elkövettem azt a hibát, hogy ebben a kis önértékelési zavaromban azt mondtam, mint az emléktáblánál, hogy engem nehogy földobáljanak. Megtették. Akkor kellett rájönnöm, amikor kezdeményezték, hogy na ez is csak rólam szólt. Azért hoztam be ezt az emléktáblát és feldobálást, hogy kicsit feszegessem azt, hogy a tekintély miről is szól. Akkor, amikor, és ezt a gyerekek is visszajegyezték, hogy a gőgös tanárt, vagy aki magát nyomja, ezt így fejezik ki, hogy magát állítja előtérbe, annak nincs tekintélye. Aki bejön, és rögtön kezébe veszi az irányítást, azt mondják, annak van tekintélye, meg aki beszélget velünk, aki meghallgat minket. De a gőgös, aki eljátsza, aki feldobáltatja magát, vagy emléktáblát állíttat magának, az annak nincs tekintélye. Ott úgy látják, hogy itt valami játszmáról van szó, és akkor nem is működnek együtt, az elég kegyetlen dolog, amikor kamaszok nem működnek együtt. A tekintély tehát lehet a saját önképünk megerősítése. Ez szerintem, én most tanárságról beszélek, szerintem papnál, tanárnál, szülőnél, de akár még a diáknál is létezik. Fordítva is elképzelhető egyébként, olyat is tapasztaltam, hogy direkt tekintélyé teszik a tanárt, mondjuk ez az öreg diákoknál fordul elő, hogy az önértékelést növeljék. Tehát ha nekem jó tanárom volt, akkor az én iskolám jó. És akkor ott is, az ugye most azért ilyen gyermekabúzus ügyeknél, a sérüléseinknél, a elrontott pedagógiánknál azért előjön az, hogy ilyenkor elkezdjük tagadni a dolgokat, mert mégiscsak az én iskolám nem lehet rossz, mert az én vagyok. Én zseniálisnak tartom Ottliknak az iskola határán könyvét, pontosan ezért, mert egy ilyesminek a feldolgozása, hogy szeretem is az iskolámat, meg nem is, de nem tudok belőle kilépni. És nagyon őszinte szerintem az Ottlik ebből a feldolgozás szempontjából, hogy a negatívval együtt kell feldolgozni a középiskolás éveinket. Úgyhogy tulajdonképpen fordítva a diák is csinálhat hamis tekintélyt. És akkor azt látom, hogy mind az én tapasztalataim, mind a diákok visszajelzései alapján, hogy a tekintély kapcsolaton alapul számukra. Tehát úgy tekintélyt szerezni, hogy én azt mondom, hogy legyen, nem igazán működik. Persze elgondolkodtató, hogy én most felvettem a páncélomat. Elmesélem, hogy miért páncél. Ez a ruha. Kezdő osztályfőnök voltam. Mi egy kicsit később fejezzük be a tanulmányokat, piaristák, mert teológiát is kell, de azért elég fiatal, 30 alatt voltam. Most sem vagyok túl idős azért, állítólag. A gyerekeknek már igen, már csókolomot köszönnek néha az utcában. Szóval gyenge voltam, tehát erős akartam lenni. Hogyha fogadórára mentem a szülőkhöz, akkor nagyon gyorsan eszembe jutott, hogy most föl kell venni a reverendát. Én nem mindig hordom. Van, amikor igen, van, amikor nem. Nem csinálok belőle nagy műsort, szeretem hordani, ha pedig nem annyira kényelmes, akkor lehet, hogy annélkül megyek be az órára. De a fogadórán egyértelműen éreztem, hogy ide reverendába kell bemenni, mert ez a páncél. És hogy hallgattam a többi kollégát, egy civil tanárnak máshogy viselkednek a szülők. Ez jó is lehet,
ha jól használom, mert egy bizalmat is adhat, de el is lehet rontani, és akkor meg csak páncél. Tehát előnnyel indultam a fiatal kollégáimhoz képest, mert eleve nagyobb tisztelettel közelítettek a szülők. Mert rajtam volt ez a páncél. Úgyhogy gondoltam, hogy provokálok egy kicsit, de aztán lemondtam róla, hogy mi lett volna, ha... Már elfelejtettem a színt, mert pár hölgyet kérdeztem, hogy ez milyen koral, megegyeztem. Koral színű, Kalazancius Mozgalom pulóver, a reklámhelye, a gyerekek már nevetnének. Hogyha ebbe a pulóverbe jöttem volna be, akkor most hogyan is hallgatnánk ezt az előadást? Ez létezik, hogy viseletek tekintélyt adnak. Lehet ez jó is, egyenruha tekintélye. Itt is a társadalom válaszol, ezt a gyerekeknek megtanítani kell valahogy. Egyből ő nem tudja, hogy mi ez. Hallottam őt is, amikor idegenek jártak az iskolába, és a gyerekeket kérdezték meg, hogy az a csőruhás ember, az mi az a csőruhás ember ott? És akkor ők elmagyarázták, hogy ez egy szerzetes, és azért van ilyen ruhája. Akkor nagyon lojálisak szoktak lenni, amikor idegenek jönnek be. Szóval a kapcsolat nagyon fontos, hogy tekintély legyen. Ezek a szerepek és ruhák is, de ez nagyon könnyen ki tud üresedni. Azt a gyerekek, fiatalok nagyon gyorsan rájönnek, hogy nincs mögötte tartalom, csak páncél. Ha sikerül átadni a tartalmat, akkor lehet ez jó emlék is. Megint egy kicsit az abúzus ügyeket feszegetném itt, hogy akit viszont nagyon rossz élmény ért, annak ez a ruha a legrosszabbat jelenti, és nagyon nehéz utána ezt kiszedni. Tehát egy nagyon nagy felelősség van bennünk, és akkor tegyük átvitt értelembe ezeket, hogy papiruha, tanári ruha, szülői ruha, minden, ami jelzi, ami azonosít. Ezek lehetőségek, de nagyon, nagyon jól, és hitelesen kell vele bánni, és akkor kezdek eljutni oda, ami talán szeretném, hogyha itt egy főüzenet lenne, hogy a kapcsolat és a kapcsolatban való hitelesség tud tekintélyt teremteni. És akkor tudnak a tekintély szerepek, a tekintély szereplők és a tekintélyt jelképező jelképek, eszközök hasznossá válni. Mert önmagában, ha csak ezek a jelek adják a tekintélyt, mondjuk az iskola hírneve vagy bármi, és nincs benne tartalom, akkor az akár még rosszra is fordulhat, amikor rájön az illető, hogy rajtam keresztül nyomtak egy tekintélyt, ami nem is létezik. A fiatalok azt mondták, hogy ez nem tekintély, ami el van játszva. Az a tekintély, aminek van tartalma, ami mögött van kapcsolat, meghallgatás. És akkor egy-két ilyen érdekesség. A tekintélynek van iránya. Ahogy a szóban benne van, hogy tekintek valakire. És ugye ezt a fiatalok is megfogalmazták, hogy hát ez ilyen szempontból rajtuk múlik, mert ők tekintenek valakire, de hát ha nincs, akkor nincs kire tekinteni. Tehát ők nem tudják a tekintetükkel megalkotni. Ugyanakkor ezt pedig éppen Urbanek Rudolf atya felhívta a figyelmemet ezekkel a mondataival, hát ha nincs, akkor nincs. Azaz nagyon nehéz kérdés az, hogy generálható ez? Igen. És tulajdonképpen jó tanácsot kaptam Rudi atyától, hogy hát ismerni kell magadat. Ő ezt már így nem mondta 85 éves korában, ez túlságosan pszichológus megfogalmazás az ő korához. Ilyen finom pszichológiát nem tanult, meg érzelmeket, meg ilyesmit. De azt mondja, hogy hát amikor azt mondja, hogy nem félhetsz a gyerekektől. És itt eljutunk oda, hogy ha tudsz irányítani, nincs olyan, hogy a gyerek, ezt is mondom, nincs olyan, hogy a gyerek fölidegesít téged. Hogy lehet, hogy egy gyerek? Ja, nincs, hát ez nem lehet. Te nem teheted meg, hogy ideges legyél egy gyerektől. Persze, hogy az vagyok. De ezt nekem kell irányítani, amikor felhúzza a frusztrációt, és akkor ideges leszek, de ha én ilyen értelemben tekintély akarok lenni, akkor saját magamon kell dolgozni. Tehát ezt is mondta, az ordítozó tanár, ezt egyébként pont ugyanígy mondták a 11-esek, mint Rudi bácsi, 85 évesek és 17 évesek találkoznak. Ferenc pápa is ezt mondja, hogy az öregek és a fiatalok gyakran nagyon jól megértik egymást. Az ordítozó tanár az nem tekintély. Az magával foglalkozik, nem velünk. És nem saját maga kezeli a problémáit, hanem ránk nyomja.
És akkor jöjjenek már a történetek, mert azok sokkal kedvesebbek, mint amikor én 45 percig elméletekről beszélek. A kedves, érdekes és egyszerre zavarba ejtő mondatok. Érettségi után beszélgetek diákjaimmal, az volt a kérésem, hogy kritikát is mondjanak érettségi után. Ez egy ilyen érdekes szertartással volt, vezessük át őket a fenntartható rendszerekbe, hogy akkor tegeződjünk, most már lehet sörözni is, de ők hívjanak meg, most már gondoskodjanak rólam. Néha egészen aranyos volt, mert volt, aki 18 éves kora ellenére inkább 16-nak nézett ki, úgyhogy de meglépte ezt a lépést. Nem biztos, hogy egy jó út, de ezt találtam ki. És akkor egy ilyen beszélgetésben mondta egy fiatal ember, hogy a tanár úr olyan nekem, mint az apám. Rettenetesen zavarbejtő mondat. És ez ugyanolyan, mint ez a páncél dolog, hogy félre lehet érteni. Igazából azóta ezt a fiatalembert nem láttam. Majdnem beleéltem magam, hogy hűha valami. És egyébként tudtam róla azt, hogy tényleg nagyon gáz van otthon a szüleivel. Tehát, hogy tényleg egy nagyon súlyos dologról van szó, amivel is szépen lassan elmesélte, valamit tudtam is róla. És hát igen, nyilvánvaló. Ráadásul egy fiúiskolába ment, egy férfi tanár, aki ráadásul egyébként jobban is ráér, mint a többi tanár, lehet vele beszélgetni, túrákon voltunk, közös helyzetekben. Ez így van. Én valószínűleg neki ott egy apakép voltam. Egy apa szereplő. És talán azt hiszem ez egy a korosztály fejlődésében is benne van az elszakadással kapcsolatban, de lehet, hogy ezt majd a második előadásban lehet erre reflektálni, vagy a kérdésekbe, hogy igen, az elszakadás során a saját apánk egy kicsit nehezebb, és akkor a férfi figurák, pláne a kamasz fiúknak fontosak. Fontosak lehetnek. Akkor volt ez fontos, és ez most is igaz, annak ellenére, hogy nem jön a gyerek. Neki akkor én apa figura voltam. Ez igaz. De ha én ezt folytatom, és azt mondom, hogy na most én elkezdek dolgozni, mindenkinek apa figura legyek, na akkor már elrontottam. Tehát ez, nem tudom mennyire tekintély, de valami ilyesmi. Akkor is ott az így volt. És lehet, hogy most már zavarba esne ettől a mondatától, nyilvánosan. Lehet, hogy magában egyébként őrzi ezt az emléket, és azt is mondja, hogy jó, hát akkor így gondoltam, most már nem. Legjobb esetben azt mondja, hogy az akkor igaz volt, most meg lehet, hogy nem az. Tehát vannak ilyen nagyon szép mondatok, amiket el kell fogadni, mint a feldobálást, de óvatosan kell kezelni, hogy ne úgy éljük bele magunkat. Ez talán rímel arra, hogy kezelni kell magunkat egy önismerettel, mert különben félre csúszhatunk. Nagyon érdekes kérdés például, hogy a mester hogyan lesz mester? Jó kis történeteket hagyunk buddhizmusról, a kereszténységről is, a mesterem volt. A mester folyamatosan zavarban van egyébként, mert szeretne tanítványokat, bevallom. Tehát az a bensőséges kapcsolat a mester és a tanítvány között, az jó. Hát végül is ezért megyünk tanárnak, nem azért, hogy kínozzuk magunkat, mert azért is, de az már egy következő fokozat Krisztushoz közelítve, hanem hogy valami élvezet is legyen benne. Na de a mester csak akkor mester, ha független és önállóan is mester. Hagy osszak meg egy történetet ezzel kapcsolatban. Már nagyobbak voltak a gyerekek, tizedikesek, az ugye a régi rendszerben másodikos, ilyen 16-17 évesek, és kis busszal vittem őket kirándulni. Ilyen nagy gyerekeknél 8 gyerek a kis buszban, segédvezetőt már nem vittem, második felnőttet, mert ezek már viselkedni is tudtak, jó, nem viselkedni, kondicionálva voltak, tudták, hogy miért vagyok ideges és miért nem. És akkor este én is fáradt voltam jó pár hét tanítás után, és aj, de jó, este társasjátékozni fogunk, főztünk, vacsora, társasjátékozás, és mondtam, hogy de akkor társasjátékozás. De mondom, gyerünk már, hát tök jó lesz, és ugye egy kicsit el is képzeltem ezt ilyen, hogy aztán ilyen bensőséges beszélgetésbe megy át meg. És akkor egyszer csak láttam ezt az ellenállást, el akarnak vonulni a szobába, meg sétálni a faluba, a kocsma nem volt már nyitva, tehát ettől nem féltem. És akkor egyszer csak elhettem, hogy Ádám, ez te vagy? Mit csináltál te annó az osztályfőnököddel egy kiránduláson? Foglalkoztál vele, hogy mi van vele, jól érzi magát, és akar-e társasjátékozni, vagy nem?
Hát azt élvezted, hogy elvonultok és beszélgettek. Most is emlékszem a hatalmas éjszakában nyúló beszélgetésekre a barátaimmal, hát ezért volt jó, hogy elvitt az osztályfőnök túrázni. Hogy végre kicsit kiszabadultunk, máshol összehozott minket. Mondtam, itt van ez a szoba, én itt alszom külön. Azt kérem, hogy úgy 11 körül kicsit csendesebbek legyenek, mert én szeretnék aludni majd. De beszélgessenek, holnap reggel 8-kor ébresztő, oldják meg, hogy használhatók legyenek, de tudom, hogy a legjobb éjszaka beszélgetni. Bevonultam a szobába, és rosszul éreztem magam. Mert az a dolgom. Nem az a dolgom nekem mesterként, hogy használjam a diákjaimat, és azt mondjam, hanem a mester akkor élje meg azt is, és akkor lehet, hogy valamikor arról kell majd mesélnem, hogy figyelj, milyen, amikor egyedül vagy, milyen, amikor helyzeteket akarsz kitalálni, mesterként helyzeteket irányítani és manipulálni embereket, hogy jól érezd magad. Hát én egy kicsit előrébb voltam ebben a helyzetben náluk, és tapasztalati tanulással tanultam meg, hogy nem mászunk rá a diákra, nem manipuláljuk, hanem ha rosszul érzed magad, akkor te találd meg a megoldást. Olvasd könyvet, menj el sétálni, azt is megtettem, imádkozzál, te vagy a mester. Neked önállóan is annak kell lenni, nem a diákjaid. Ha nincs önálló üzeneted, akkor nem leszel mester, nem leszel tanár, és nem leszel tekintély. Ha a diákok kellenek hozzá, akkor hova jutunk? Azt hiszem, hogy ha mondjuk a legnagyobb mesterünkre, Jézusra tekintünk, akkor látjuk ezt az autonómiát. Akkor is elmegy imádkozni, hogyha nem akarnak az apostolok. És lám-lám egy idő után megkérdezik, hogy mit is csinálsz ott. Amikor megpróbálja Péter lebeszélni arról, hogy Uram, ez a keresztes dolog, ez nem igazán jó. Teljesen autónomon nyilatkozik, Sátán, tűnj el innen. Nem gondolkozik az, hogy jaj, ezzel a szegény Pétert majd elutasítom, és a kedvenc tanítványom nem lesz velem. Jézus itt kockáztat is, hogy akkor beszólok neki, Sátán. Autonómban gondolkodik. És van nyilván önálló célja is, amit így tud átadni. És akkor még ilyen pozitív visszajelzések. A kamaszok el nem mondják, hogy odafigyelnek. Teljesen úgy néz ki, hogy nem figyelnek oda. Azt hiszem, akik tanárok és találkozón járnak, azok időnként észreveszik, hogy a tanár úr egyszer azt mondta, hogy hát ez aludt, ott fektrengett a padon, és egy kiflit majszolt a szájába, háromszor kellett rászólni, és megjegyezte a mondatomat. Ez egyszerre nagyon jó érzés, meg egyszerre ijesztő is, hogy hoppá, ezek akkor is figyelnek, amikor nem úgy néz ki. És ezt is jó volna hallgatni. Ezt is lehet generálni. Mesélj már, miket mondtam, és akkor hogy meg így. Eznek is megvan az ideje, hogy ők mikor és hogyan. És akkor milyen, még egy-két kudarcomat hagyd mondjam el. Amikor beleéljük magunkat, mi pedagógusok vagy tanári kar, hogy milyen jól működnek a dolgok. Volt egy fiatal ember a pesti iskolába, akit be tudja azonosítani, azt tartsa meg a nevét, mert nem beszéltem meg vele, bár nem sértődne meg, aki rebellis volt. Nem nagyon, de úgy egészségesen. Hát csak csinált egy elég csúnya dolgot. Lehet, hogy 18-as karikát, vagy mit kell kirakni most, mert hát egy nem túl tekintélyes tanár, abban is tanulságos a történet, hogy akkor ennek a tanárnak nem nagyon volt sok tekintélye. Az órán azt mondta, hogy rossz tanári mondatok, vigyázni kell vele, hogyha nem, nincs kézben az osztály. Fiam, ha így viselkedsz, akár le is tolhatnád a gatyádat. Megtette. Hát akkor tessék. Hát akkor tanárul kigyőz. Jó alsó nadrág maradt rajta. Hát nyilván iskola vezetőség mit tud csinálni, hát ezt büntetni kell, tehát hogyha a tanárnak nincs tekintélye, de azért hivatalosan azért meg kell védeni. Mi legyen a büntetés? Hát igazgató úr kreatív volt, és azt mondta, hogy hát nyilván egyébként nehéz helyzetek ezek, mert az igazgató meg tudta, hogy nincs rend az órán, úgyhogy igazat nem lehet adni a diáknak, de hát ez egy nehéz szituáció. Úgyhogy kitalált egy ilyen pedagógiai büntetést, hogy na jó, hát hogyha te így gatya nélkül jársz iskolába, akkor ezen túl évvégéig 2 hónap van öltön nyakkendő, jó? Hát akkor most így járnak a bankba dolgozni az emberek. Te értelmiségi leszel, hát akkor korábban kezd el gyakorolni, mert a munkahelyeden már nem lennél benne. Mi most nem rúgunk ki téged, megkapod az igazgatóit,
De akkor tessék, ha ennyire a ruházkodással ennyi problémád van, akkor legyél értelmiségi, vedd fel az öltönyt. Hát, innentől megfordult a világ, hittük mi. Gyerek, meg hosszú haja volt előtte, eszméletlen volt, vizitórán is fésülte, osztálytársak is röhögtek, én is, és egy kicsit lányos is volt, de mindegy, ráhagytuk. Két héten belül lenyírta a haját, egészen kiegyensúlyozott, nem volt több fegyelmi probléma a következő két hónapban. Na, öreg diák lett, következő osztályomhoz meghívtam, hogy gyere már is mesélj, hogy milyen kamasznak lenni a szülőknek, mégiscsak így eredetibe. És akkor végén lehet kérdezni, szülők bátortalanak, én az első kérdést fölteszem, hát hogy figyelj, volt ez az öltönyös dolog, és akkor te lenyírtad a hajadat, és akkor ugye jól eltalálta az igazgató, és ez a változás így megindult benned, ez a büntetés. Mondokodod, na, tehogy is. Akkor már nem tetszett a hosszú haj. Azóta se tudjuk, hogy van-e összefüggés, vagy nem. Na, itt egy kicsit ez a tanári benézés, hogy mi elképzeltük, hogy micsoda fantasztikus pedagógusok vagyunk, és igazából nem egészen erről volt szó. Egy másik nehéz történet. Öreg diákom már ő is, de én osztályomban járt, rettenetesen rendetlen gyerek volt, mindig így folyt ki minden az asztal alá fölé, már a tanterembe, és hát én pedig rendes osztályfőnökként amúgy is csökönyös vagyok, rendet rakunk. És ez ilyen kedves történet volt, hogy mindig rászólok, és akkor öreg diákként már így söröztünk, már két évvel az érettségi után, és akkor így én ilyen kedvesen, kellemes érzéssel én is elkezdtem sztorizni, vigyázni kell azért ezzel az anekdotázással, és akkor mondtam, hogy hát most ilyen jóba vagyunk már két éve, és segédvezetőnek is eljött segíteni a akkori osztályomhoz, és akkor mondom, hogy figyelj, hát milyen érdekes volt, meg milyen jó volt ez a játék, hogy mindig rátszóltam, és akkor ezt így hat éven keresztül ment. Gondolkodott egy kicsit, és azt mondja, hogy hát az a kár, hogy tanár úr, hogy hat évig a rendetlenségemmel foglalkoztál, és nem velem. Fuck. De mi a jó ebbe a történetbe? Ami egy kicsit elvezet a tekintélyhez. A bizalmat mondanám. Nagyon-nagyon merem mondani ezt a történetet, mert eszméletlen hálás vagyok, és megveregettem utána a vállamat, hogy Ádám, elmondta. El merte mondani. Tehát, hogy olyan bizalmi viszonyban vagyunk, és ő úgy megajándékozott, ezt nem is úgy mondom, hogy az enyém, hanem úgy megajándékozott a bizalommal, hogy oda meri nekem mondani, vagy akarja mondani. Megtehetné azt, hogy hú, tisztelem a tanáromat, és akkor sokat kaptam tőle, elvitt túrázni, most is meghív segédvezetőnek, és akkor hát ezt azért így nem. Nem, megmondja. Bízik benne, hogy ettől nem változik. És hát igaza volt. Hála Istennek igaza volt, meg a jó Istennek is, hogy adott figyelmet, hogy ne kétségbe essek, hanem ezt vegyem benne észre. Azért a küzdelem mégis fontos. Tehát mondtam, hogy megértés, meg odafigyelés, meg a gyerekek is azt mondják, hogy a meghallgatás, a bizalom, visszajelzéseket tudjak elfogadni. Ez ugye egy kicsit a magabiztosságról is szól. Nekem lehet kritikát mondani, mert miért ne lehetne? Ha valakinek kritikát mondunk, és az ideges lesz, és hát akkor nem erős személyiség, ezt a gyerekek megérzik, hogy nem tudunk neki visszajelzni. Érdemes visszajelzést kérni. Kockázatosnak tűnik, de általában egyébként nekem az a tapasztalatom, hogy a kamaszok jól reagálnak a visszajelzés kérésre, nem bántanak. Mi félünk tőle jobban talán. Tehát általában, ha nem vagyunk velük jobban, és kiderül, hogy baj van, akkor kiderül. Tehát, hogy nem válaszolnak a kérdésre, akkor ezek szerint nem bíznak bennünk annyira. Ha pedig viszont van valami viszony, akkor ekkor kiderül, és általában vigyáznak, nem élnek vissza vele. Diákosan fogalmaznak. Tanár úr kicsit sokat szedett fel idén. De hát erre én reagálok, hogy amikor kiderül rólam valami, akkor hogy tudom kezelni. Hát igaza van, felszedtem pár kilót. Igaza van, hogy hosszan beszélek, és túl hosszúak azok? Persze, hogy igaza van. Ez objektív tény.
ha meg nem vettem észre, akkor hála Istennek, most akkor megkérdeztem és visszajelzett. Szerintem az a megoldás, hogy érdemes visszajelzést kérni. De azért fontosak a konfliktusok is. Nekem volt, vagy van egy olyan elvem, hogy jobb az iskolában, most az iskoláról tudok beszélni, a kis konfliktusokba belemenni, hogy a nagyoknál gálánsabbak vagy megbocsátók lehessünk. Akkor is kell büntetést adni, de akkor ugye, ha egy olyan ellenállásba keverjük bele a gyereket egy nagy botránnyal, akkor nem marad más, mint hogy fegyelmi és elbocsátás. Nem érdemes, mert tulajdonképpen egy nagy bukás az egy nagy lehetőség. Aki nem bukott és nem rontott el valamit, annak nincs tapasztalata arról, hogy gyenge, nem újul meg. Van jó pár történetem arról is, hogy ez bejött. Hogy olyankor, amikor nagy botrány van, az a tapasztalatom, hogy el kell juttatni oda, hogy elismerje úgy, pőrén, ahogy van a hibát, mindent mondjon el. Viszont ha mi ezt kértük tőle, és eljuttattuk ide, akkor fordítva ezután, amikor ő azt mondja, hogy na, tényleg hülye voltam, elrontottam, mindent bevallok, tanár úr, egy sörről tudott, de mi ötöt ittunk. És én csak egyről tudtam. Most kihoztam belőle, tulajdonképpen egy bizalmi helyzetet teremtettem, azzal, hogy kicsit nyomást gyakoroltam, hogy bevallja még az ötöt. Ja, hát egy sörért csak igazgatóit kapta, ötért kirúgunk. Ezután ki lesz őszinte ebbe az iskolába, hogyha ezt így csináljuk. Tehát a nagynál kell akkor megengedőbbnek lenni valamilyen módon. Persze arányos retorziót, büntetés, megjavulási lehetőséget kell adni, talán az jobb szó. Ezért érdemesebb egyébként a mindennapi kis konfliktusokat fölvállalni. Mert a fiatalember, nálunk öt fiatalember, de lehet, hogy a hölgy, fiatal hölgyek is, akkor tanulja meg, hogy hogyan viszonyuljon hozzám. Hogy a konfliktusokat meg tudjuk oldani. Hogy egyébként nekem a konfliktusokról, vagy az irányokról, az értékekről, mint mesternek, mint tekintélynek van önálló véleményem. Szülőknek is mondtam, hogy mondani szabad? Hát nem túl hosszan. Egy kamasz nem hallgat sokat. De annyit, hogy fiam, mérjük, egyezünk meg 3 perc, és akkor én 3 percig elmondom a véleményemet. Itt laksz, itt teszel, ennyit. Nem kell rá válaszolnod, nem fogom kérni, hogy ugye, semmit, de azt jogot engedd már nekem, hogy a véleményet elmondjam erről az értékkérdésről, hogy szerintem ez így van, szerintem nem kéne éjszaka kint maradnod. Menjél. Ez kell és szabad. Pontosan azért, amit egyébként ezekről a fiatalokról mondtam, hogy nem tudjuk egyébként, hogy eljut-e az agyáig. Tehát lehet, hogy ő a csoportkényszerből, vagy már megtervezte, ciki nem elmenni, elmegy. De egyébként lehet, hogy forog a fejébe, hogy apának igaza volt, anyának igaza volt, de most tök ciki megmondanék, hogy igaza volt, és mégis elmegyek, mert akkor azt is be kell valahogy, hogy ezért megyek el, meg azért megyek el. De mondani szabad. Akár alkalmas, akár nem, hirdesd. Nyilván a módját itt a Rudi bácsinak van igaz, hogy nem szabad rámászni, de megmondani meg lehet, sőt kell, mert nekem, mint tekintélynek, mesternek mondanom kell véleményt olyan kérdésekről, amit jónak tartok. Konfliktus történetek. Borotválkozás. Egy szakállas ember, idősebbnek látszódjak, azért van szakállam, nem egyébként, mert lusta vagyok. Az én időmben még akkor a papok nem nevezhettek szakállat, és úgyhogy az örökfogadalmat meg kellett várni, de azt mondtam, hogy én többet nem borotválkozok. Na jó, a fiatal emberek, ja, viszont volt a szabály, most már nincsen szerintem, hogy hát azért ne ilyen, hogy szokták mondani, barack képpel gyere, mert amíg rendesen nő addig. De hát egy fiatal ember elkezdett kísérlet. Ez is kiderült, hogy a lányoknál bejön, mert kicsit férfiasabbnak látszik, úgyhogy volt tétje is a dolognak, de hát én mondtam a konfliktusban, hogy nem, hát feszült a dolog, csak nem. Másnap is, harmadnap, egy hétig mentünk, de most már holnapra, no, hát ezt már megmondom, bevittem a borotvát, borotva habot, törölközőt, mondtam, hogy itt van egy. Vagy most, vagy holnap. Rettentesen utált. Aztán másnap bejött, na várom, mi lesz, kikészítve a borotvahab, meg a törölköző, bejött megborotválva. Én álltam a katedrán, ő állt az első helyen is. Nézett, rettentesen, mérgesen és sértődötten.
és aztán néztük egymást egy darabig, és aztán elnevette magát. És egyébként soha többet nem érdekelt, hogy van-e szakella, vagy nincs. Sőt, szerintem jól is állt neki, tehát teljesen igaza volt, hogy hogy a lányok észrevették, hogy férfias, jól állt neki. Nagyon érdekes volt a konfliktus, mert én is rájöttem, hogy a kapcsolatról szól. Arról, hogy elfogad-e befolyást, elfogad-e kapcsolatot, vagy ő öntörvényűen megy. Nem a szakáll volt a lényeg. Ő, persze így mondták öregdélek, a szakáll a lényeg mindig, nevemre utalva. Szóval, hogy ez egy olyan kis konfliktus, amiben lejátszottunk valamit, de egyébként nem igazán a szabályról szólt, hanem a kapcsolatról. Hogy figyelembe veszi-e azt, hogy itt vagyok én is. Egy másik, a hajfestés sztori. Hát az még szebb. Fiatalember egyszer csak bejött színes hajjal. Na mondom, ez így érdekes, mert erről csak tudnak a szülei. Jó mondtam, várjon meg a folyosón. Szét ilyen lila. Fiúiskolába gondoljunk bele, konzervatív keresztény közeg Budapesten, és akkor lila hajjal bejön. Azért felhívtam a szüleit, szülőkkel jobba kell lenni tanárként, információkat átadni, azt is mondtam nekik, hogy mi azért a szülőkkel beszélgetünk a fejük fölött is, azért a mihez tartás véget tudják, hogy mi külön is beszélgethetünk, az nem sértés, mert mi vagyunk a felnőttek. És felhívtam a szülőt, mondta, hát ők se értik, hát ez hülyeség, mondom, és ha én lenyiratom a haját, tanár úr lehet, mi szülőként jó ötletnek tartjuk. Na hát ezután szegény fiatalembernek vége volt, mert akkor én ultimátumot adtam, hogy hát én ezt itt ebben az iskolában nem nézem, meg is mondom miért, mert akkor mindenkinek ilyen lesz. Hogyha ez elkezd terjedni, mondom, lemegy az ebédlőbe, a kisebbek meglátják, hogy egy 11-es így jelenik meg. Hát mit mondok az igazgatónak? Hát én vagyok az osztályfőnök, ez így most nem fog benni. Hát nyilván ő is bevágta a sarkát, hogy már pedig így meg úgy. Mondtam, jó, hát akkor itt a könyvtár, nekem csak gyermekfelügyeleti kötelezettségem van, haza nem küldöm, már akkor elveszne, úgyhogy a könyvtár karantén, akkor még nem tudtuk, hogy lesz vírus, úgyhogy ezt a fertőző hajat, ezt beraktam a karanténba. És utána megbeszéltük, bementem, beszélgettem vele egy nagyot, nagyon sok mindent megtudtam erről a kérdésről, hogy miért is és hogyan festette be, és akkor másnapra le kellett nyírni kopaszra. Na most öreg diákkorában megint megkérdeztem, hogy hát még mindig fájt egy kicsit, hogy lehet, hogy túl kemény voltam, és kérdeztem, hogy hát ez hogy volt? Ja, hát figyelj, sokkal nagyobb reklámot csináltál, mert mindenki kopogott be a könyvtárba, és sorba nézték összes évfolyam, hogy hú, mekkora botrány van, milyen színes haja van, tehát sokkal nagyobb híre ment a dolognak, úgyhogy ez is jól sikerült. Az nagyon érdekes volt, hogy egy fél órát beszélgettem bele legalább, hogy miért is festette be a haját. És logikus volt. Fogadás, kipróbálta. Végén majdnem úgy voltam, hogy én sajnáltam, hogy már felajánlottam neki, hogy na, még egy napot, mert ez, akkor nézzük meg, hogy mit szólnak hozzá, egy kis provokáció, én is szeretek provokálni, nézzük meg, mert úgyis az lesz, sőt mondtam, ez nekem előnyös osztályfőnöki legendai építés, hogy játsszuk el holnap, hogy én komolyan rávegszegszem, és akkor azonnal menj ki, és nyírd le. Egyszer egyébként még eljátszottam, mert mondta, hogy az osztálytársak is meg fognak ijedni. És ugye elmúlt a dolog. Ez is egy szép történet nekem, mert egyébként jobban megértettük egymást a végén. És aztán kiderült az is, hogy még az intézkedésem sem volt olyan nagyon nagy baj. Egyébként logikailag nincs lelkiismeretfurdalásom máig sem, mert a szabályzatban is benne volt, meg tényleg elszabadult volna a pokol, hogyha itt festett hajú fiatal emberek járnak. Egy nap még belefért volna szerintem. Úgyhogy beszélgettem vele, és végig gondoltam. Őszinteség, magabiztosság. Erre már utaltam, hogy nem félhetünk a gyerektől. Egy nagyon szelídnek tűnő igazgató volt Urbán József tanárom, most Rómában van generális asszisztens, és amikor igazgató lett, és én mellette igazgató helyettes, akkor elcsodálkoztam egyszer egy mondatán, járt be órákat látogatni tanárokhoz, és egyszer kijelentett, hogy jött vissza feldúlva, ilyen idegesen, és azt mondta, hogy hát nem igaz. Hogy tanár nem lesz ideges, hogy nincs rend az óráján, az nem is igazán tanít. A gyereknek meg kell mondani, hogy szétszette az órámat.
Ettől nem lesz ideges? Hát ezt mondja el a gyerekeknek, hogy ezt most ne csináld, mert én órát akarok tartani. Hát jó, hogy szétesik az óra, hogy ezt nem mondja meg nekik, meg nem lesz ideges neki. Belefér az, hogy nem figyelnek a gyerekek. És akkor ez a szelíd embernél, akit én úgy ismertem, hogy szelíd, meglepődtem, és meg is jegyeztem ezt a mondatot, hogy igen, szabad idegesnek lenni. Ugyanerről van szó, hogy irányítani kell, nem leszünk tekintély, és egy idő után a gyerekek visszajelző papírokon írják, hogy az a baj, hogy nincs fegyelem az óráján. De hogyha azzal megyünk, de ti írtátok, ja, hát írtuk, de hát ez nem nekünk kell megcsinálni. Tehát a gyerekek várják a fegyelmet és a tekintélyt, de egyébként nem tudják megcsinálni, tudják, hogy jó. Úgyhogy ez is a mi dolgunk, hogy a megfelelő pillanatban megtegyük, Rudi bácsit idézve, nem rámászva, de azért megcsinálva. Szegő tanár úr, Szegő József Totya tanár úr, a püspök úrnak mondom a neveket, mert őnek mind ismerős. Nagy pedagógus volt, nem mondom, hogy nagy rend volt az óráján, tehát ezek ilyen legenda képzések, de azért elég nagy rend volt, és Szegeden egy kezdőtanár megkérdezte tőle, hogy Totya atya, ez volt a beceneve, Totya atya, hogy hát rosszak a gyerekek az órámon, hát mit csináljak? Mit lehet ilyenkor csinálni? Tehát már olyan régóta tanítasz, hogy mit csináljak? Szóljál nekik, hogy maradjanak csöndben. Ott hagyta. És teljesen igaza volt. Hát, hogy nincs erre módszer. Állj bele. Legyen fontos neked. Legyen fontos, amit csinálsz. Legyen önálló autonóm személyiséged. Legyen önálló programod. Ha már föltettem azt a kérdést, hogy hol vannak a tekintélyek, hol vannak az önálló programjaink, elképzeléseink, minket nem szed szét az internet, dehogy nem, ugyanúgy, de aztán nagyon jól tudunk papolni, mert hát én úgy nőttem fel, hogy nem volt mobiltelefon és internet, ezért kevesebbet használom. Hát mit várok szegény gyerektől, aki már 6 éves korában használja? Én is beleesek. Nagyon érdekes, hogy erről például hogy beszéljünk a gyerekeknek, elismerjük, hogy mi is elrontjuk és küzdünk, vagy ez a ti dolgotok, és ott hagyjuk őket egyedül, és azt gondolják, hogy akkor mi rossznak tartjuk őket. Önmagában az, hogy internetezik, nem rossz, hanem valami hibás működés, aminek mindig van oka. Sokkal frusztrálóbb is a világ. Tehát, hogy tőlem meg nem kérdezték 11-es, akkor 3. koromig, hogy mi akarok lenni. Hát most már úgy keressük az óvodát, hogy hova megy egyetemre. Hát milyen teher ez a gyerekeken? Hol van a gyerekkoruk? Már a középiskola elején milyen faktot fogsz választani? Nagymama mondja a gyereknek, hogy ne menj tanárnak, mert nem lesznek unokáim. Mert akkor hogy fogsz megélni? Mi beszéljük le, hogy tanárnak menjen, pedig még idealista. Lehet, hogy ez egy racionális döntés. Igen, lehet. De legalább egy kicsit hagyjuk, hogy álmodozzon rajta, és majd utána döntsön. De már rögtön ezzel megyünk neki, hogy az élet, tanulj fiam, mert nem fognak fejlődni. Hol marad a gyerekkor, az élet, meg minden más. Nem csoda, hogy mobiloznak. Hát én is megteszem egyébként, tehát, hogy sorozatfüggés is, az egy érdekes dolog. Tehát tényleg nagyon jól meg vannak csinálva, hogy a következő részt is meg kell nézni. Abszolút jól működik. És ha én mesterként tudom kontrollálni, akkor tudok nekik mondani valamit, hogyha előtte voltam ebben. Egyszer egy játékfüggő öreg diákunk tartott előadást, és azt mondta, hogy kérdezte mindenki, hogy és hogy lehet elkerülni? Mondta vállalt, hogy hát, aki nem megy át rajta, az máskor fog átmenni rajta. Nem kell megijedni, beszélgetni kell a gyerekkel, segíteni, azért jött el, hogy vele hogy nem beszélgettek, és hogy beszélgettek, de illúziókat ne kergessünk. Hát pont, hogyha nem fog keresztül lenni, akkor lehet, hogy még nagyobb bajba fog kerülni, ő ezt mondta. Hogy valamilyen szinten kell kezdeni vele valamit, hogy elvinne a világ. Tehát önismeret. Egy másik történet. Amikor megint lebuktatják a mestert. Az ilyen megrögzöttségekről volt, nem biztos, hogy jó szót használok, de talán a paradigmák, ilyesmik. Valami pszichológiai könyvet vittem be osztályfőnöki órára, és akkor megrögződések mondjuk. Azt is mondtam, hogy ezek meg kell szabadulni, tudatosítani kell, stb. Elmondtam a nagy beszédet, összefoglaltam a könyvet. Van-e kérdés? És csönd, egyik gyerek fölteszi a kezét, én ilyen sejtelmesen mosolyog.
És a tanár úrnak mik a megrögzülései, amikre nem tud megszabadulni? Gondolkodtam. Ez a hitelesség pillanata. És akkor elmondtam, hogy sokat beszélek, halogatok, napi rendem szétesik, ezeket már tudatosítottam, de biztos vannak, meg elmondtam. Fiatalom egy kicsit várt. Kész. El volt intéző. Semmi baj. Ha én azt mondtam volna, hogy hát majd máskor vége. Abszolút nem az volt a kérdés, hogy nekem mik a megrögzüléseim, hanem hogyha én ezt várom tőlük, hogy ezt ők komolyan vegyék, akkor tessék. Tehát jó tudsz prédikálni róla ott a katedrán, de akkor őszinte vagy-e? Úgyhogy nagyon hálás vagyok a Jóistennek, mert mindig úgy néznek ki, mintha én lennék ügyes. Hálás vagyok a Jóistennek, hogy itt így belesugta azt, hogy ez a pillanat most arról szól, hogy ismerd el, hogy mennyire vagy ügyetlen. Azt akarom ezzel mondani, hogy nem attól leszünk tekintélyek, hogy eljátszunk valamit, vagy nagyon jó tulajdonságaink vannak, hanem van programunk, van elképzelésünk, és próbálkozunk. Ezt értékelik. És már figyelnem kell az időre, de talán még egy 5 percet, rengeteg történetem van még. Még egy történetet itt fölírtam, a nem jut eszébe. Szerettem számokat bevédni, hú, félelmetes, hogy értékelik azokat a számokat, zeneszámokat, amiket én viszek be. És akkor elvittem az angol szöveget, magyar szöveget. Ezek rock számok voltak egyébként, Rolling Stones, nagyon jó vallásos szövegek vannak, ha úgy olvassuk. Tényleg, tehát, hogy elég mély emberi dolgokra megy, és a szerelmes dologban egyébként Istent behelyettesítve teljesen jó istenes versek. Zoránnak nagyon sok van, amire kicsit belegondolunk, és Isten, és túlsó part, fantasztikus, nem a szerelemről szól, hanem Istenről. És akkor ilyeneket bevittem. Tehát kamaszok, reakció nem sok. Úgyhogy ez is olyan, hogy akár alkalmas, akár nem. Próbálkoztam. És egyszer egy zenegyűjteményt ajándékoztak nekem. Ezt én kértem tőlük, hogy nem először nekik jutott eszükbe, hogy a születésnapomra, a 30-ra, már 30, amikor 33 lettem, vallásos gyerekek tudták, hogy azt is ünnepelni kell Jézus miatt, akkor azt mondták, hogy még csak 33. Már 30, és még csak 33, ez volt a CD neve. És akkor erre a CD-re azt a számot, egy Johnny Cash számot egyébként, fölrakta. De nem az enyémet, hanem az övét, egy olyan feldolgozást, ami csellóval volt feldolgozva, ilyen modern rock csellózással, mert ő csellózott is. Az intimitását nem vettem el, nem kérdeztem meg tőle, hogy ez direkt van, mert annyira nyilvánvalóan direkt volt ez a visszajelzés, hogy amiket te itt mutattál, azt mi azért figyeltük, megegyeztük, és még most is fontos, mert amikor arról van szó, hogy ajándékot adunk, akkor ezt így visszaadom. Talán a tanúság, hogy mondjak tanúságot is, amikor lehet továbbvinni, hogy érdemes figyelni, csendesedni, várni, és azt mondani, hogy valami azért ott mozog. Valami mozog, és nyitottnak lenni, hogy ezt meg is tudják tenni. És akkor valamikor meg fogják tenni. Előbb-utóbb. Ezt a szülőknek is mondtam. Higgyünk már abban, de ne 16 éves korában próbáljuk megtanítani neki az életet, az már nem arról szól. Jaj, valamelyik szülő mondja nekem, de tanár úr, hát hogy, ez szerintem Ritának tetszeni fog, mert annyira jól leírtam, mint a szakkönyvben lenne, de tanár úr, hát az a baj, hogy ugyanezeket a hülyeségeket csináltam én is, és meg akarom neki mondani, hogy ne csinálja. Mondom, ennyire jobban a pszichológia könyvet nem lehetett volna felolvasni, de saját maga jött rá a szülő, hogy ez a problémája. És mindig azt mondom a szülőnek, hogy hát persze már késő. 12 éves korában elkezd nem foglalkozni velünk. Még 7-es korában még figyel ránk, 8-os talán, de utána már nem ennek van itt az ideje. De hogy amit beletettek előtte, az benne van. Kamaszodik, szétszed mindent.
és valamikor vissza fog jönni. Hát higgyél már benne azt a szeretetet, amit oda beleraktál, az valamikor vissza fog jönni. Most nem látszik, de vissza. Higgyél, próbálj hinni benne egy kicsit. Erre biztattam a szülőket. Volt olyan szülő, akivel mindig együtt keseregtünk. Én is nagyon szerettem a fiát, ő is szerette. Nem arról volt szó, hogy mit mondjon neki otthon, hanem hát most megint mi van vele. Hát igen, én is látom. És akkor együtt keseregtünk. 10 percet, hazament, és minden rendben volt. Azóta teljesen rendben van a fiatal ember. Na ez az apa. Utána beszélgetek a fiával, valamikor rá egy fél évre, talán nem is volt sok. Hát igen, én nem is interneten szoktam olvasni az újságot, mert az úgy nem is igazi. Apám is mindig lemegy az újságárushoz, és megveszi az újságot, az úgy igazi, úgyhogy én is így csinálom. Hát igen, lehet, hogy a rosszat is eltanulta az apjától, de hát ennyire büszke mondatot egy fiatal embert, hogy az apámtól tanultam, és ezért ezt milyen jól csinálja, mert ennek van egy méltósága. Úgyhogy bízunk abban, hogy amit beleteszünk, az ott van. Még egy bizalom történet. Csináltak nekem egy emlékkönyvet, amiben visszajelzést adtak, hogy mit köszönnek ez a ballagáskor. Valószínűleg a második osztályomnál már kértem, vagy tippet kértek az elsőtől, a második is adott. Sokkal jobb ajándék, mint hogyha valami bort vagy bármit adtak volna. És abban leírták, hogy mit köszönnek. Volt egy gyerek, aki nem szerette az iskolát. Azóta egyébként ő is visszajár, de nem szerette. Nekem is elmondta mindig, ha beszélgettünk, nem is próbáltam biztatni, mert hát az ő dolga, apja öreg diák volt, őt beadta, de nem akart ide jönni. Minden baja volt. És hát ő kritikát írt. És mondták a szerkesztők, hogy hát gondolkodtunk, tanár úr, hogy belerakjuk-e, mert mégiscsak olyan, de hát úgy ismertük a tanár urat, hogy ezt is belerakjuk. Mert ez van. Ez is egy hatalmas dicséret volt nekem. Tehát ilyen szép visszajelzést adni, hogy de így ismerjük a tanár urat, így ismerünk téged, hogy ki fogod bírni. Nyilván érezzük, hogy kicsit kellemetlen, és egyébként nem volt annyira kellemetlen, tehát ahhoz képest szeretetteljes volt, és most már egyébként teljesen jóban vagyunk ezzel a fiatal emberrel is. Még egy dologról talán, hogy azért van ebben egy szerep is. Tehát itt én kritizáltam egy kicsit ezt, hogy páncél, meg tekintélyruhák, meg tekintélyszemélyek. Ugyanakkor a tanári biztos, a szülőit nem tudom, az nem vagyok, de hogy vannak szerepek, amikbe be kell állni, és ez jó. Kedvenc tevékenységem a pesti iskolába beállni a hátsó lépcsőházhoz, az úgy működik, hogy ott van az ebédlő, és a hátsó lépcsőház a gyorsítósáv. A kedvenc tevékenységem, hogy oda megállok, és visszaküldöm őket, hogy lassabban jöjjenek. Annyira kukacos és gonosz tanári magatartás. Egyébként már láttam gyereket, aki 5 métert repült, nem vették észre a sarkon, a másik elütötte, és egy 5 centire került el a ajtófélfát. Olyat is láttunk, hogy szegény gyerek a kilincsre felakadt, mert lögdösték egymást, azóta tudjuk, hogy kilincset hajlítani kell. Iskolákban egyébként megnézzük, tényleg figyelnek rá, hogy hajlított kilincs legyen. Minden esetre ez a kedvenc szórakozásom, és nincs igazán lelkiismeret furdalásom miatta, mert egyébként egész jól méri a diákok hozzáállását és viselkedését. Végtelenül nem szabad kötözködni, de van, amelyik egy idő után mosolygott, és mosolyogva visszafordult, és igen, én vagyok a pandúr, ő pedig a rabló, aki megpróbálja kicselezni. Nincs ezzel baj, mert ő gyerek, ő fiatal. De egyébként, ha senki nincs a folyosón, meg senki nem megy be a terembe, akkor felakadnak a kilincsre, akkor kinyírják egymást, és figyelik a szemük sarkával, hogy benn van-e a tanár. És ahogy mondtam, azt is mondják, hogy kell azért nekünk a fegyelem. Tehát amúgy szétesnek. Egy túra azért a legjobb, mert ott olyan keretek vannak, amiből ki se tudsz állni. Ezért szeretjük mi piaristák a túrákat. Ha kimentünk a vízre, akkor végig kell menni. Erről is eszembe jut egy történet. Jött szegény, és mondja, hogy tanár úr, én hazamegyek. Körülnéztem. Már beszéltem anyukámmal. Mondom, ezt mindig megtiltottam. De később jött az osztályban, nem kondicionáltam eléggé 7.-8. Mondom, hát itt vége. Mindjárt szól az anyuka is, hogy körülnéztem, mondom, hát itt vagyunk a semmi közepén. Hát én értem, hogy haza akar menni, innen nem tud. Holnap reggel térjünk rá vissza.
nem jött oda. A túra végén jött oda, és azt mondta, hogy tanár úr, nagyon jó volt ez a túra, köszönöm, hogy nem engedett el. Ez egy szerepbeállás, tehát, hogy egy túra nem megy végig, hogyha nincsen túravezető. Akkor nem lesznek meg az élmények. Nem fognak fölkelni, el sem fognak indulni reggel. Valakinek föl kell őket ébreszteni. Tehát valaki, amikor tekintély szerepről van szó, nem akarhatunk tekintélyek lenni, de a szerepekbe beállhatunk, vagy be is kell állnunk, mert szükségük van a szerepekre. Mindenki a sajátjába, a szülő a szülői szerepbe, a tanár szerepbe, mindenki, ahogy a fiatalokhoz viszonyul. Mert ez a szerep, és ez a hiteles szerep, hogyha ezt hitelesen csináljuk, saját programmal, őszintén, elárulva, hogy mi is tudunk ügyetlenkedni, de mégsem hagyjuk abba, akkor azt hiszem lehetünk tekintélyek. Amit én úgy gondolok, hogy egyébként csinálni nem nagyon lehet, a szerepbe be lehet állni. A szerepet lehet csinálni, és akár egy kicsit el is játszani, és elszínészkedni, minden tanár színész. És akkor megkaphatjuk ajándékba. És az utolsó történet, mert Püspök atya nagyon figyel rám, és teljesen igaza van, amikor ebben lebuktam. Filmet csináltak a diákok, és nagyon jó filmkészítő volt az osztályba, és arról szólt a film, hogy eltűnt a kulcs, amivel zárni kell, ők a felelősekért, és az osztályfőnök nagyon ideges és nyomoz a kulcs után. És volt egy olyan jelenet, hogy kiderül, hogy nincs meg a kulcs, és hát mondta, hogy tanár úr, akkor azt kéne csinálni, hogy bejön a terembe, és elkezd minket szidni, ahogy szokta. Na most én se számítottam rá, hogy mi fog történni, mert a kamera hátul volt, ők háttal ültek a kamerának, csak engem vett. Úgyhogy én beleéltem magam, hogy képzelik, jó hosszat, üljön már rendesen, de ezért hallgassa meg, hogy képzeli, nem megmondtam, százszor, és panoltam be magam, ezt tudom csinálni. De szemben mi volt velem? Ott vigyorgott az egész osztály, és így nézd, csináld, jól csinálod, legyél ideges. Szerencsére ez már 12-ben volt végzős osztály, és akkor rájöttem, hogy ezek már több éve tudják, hogy én játszok. De megcsinálják. Mekkora ajándék, ez is egy nagyon szép élmény volt, hogy és onnantól egyébként meg egy hónap volt, és akkor mindent elengedtem, mert azt mondtam, hogy most már akkor ne játsszuk annyira a szerepet, inkább beszélgessünk, inkább örüljünk egymásnak. Hogy ezek olyan ajándékok, amikor rájövünk, hogy a fiatalok azért látnak minket, elismerik a szerepeinket, néha visszajelzik, hogy szükség is van erre a szerepre, ehhez ott kell lennünk. Talán ez az utolsó üzenet, hogy ott kell lenni, akár alkalmas, akár nem. Valamikor ki kell szállni, és el kell őket engedni beszélgetni, de azért én vittem el őket túrázni, én voltam ott velük, én tartottam benne őket a nehéz helyzetekben, tehát a szerepbe be tudtam állni, és ezt ők meghálálták, hogy tekintély vagyok-e, ezt tőlük kell megkérdezni. Köszönöm szépen!